Tartalék nélkül nincs haderő, köszöntöm az esti mérleg valamennyi nézőjét, vendégem Tóth Csaba alezredes, és azzal fogunk foglalkozni, hogy katonákat toboroz a Magyar Honvédség, pontosan az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerbe, ami egyébként, hogyha jól tudom, 2017. januárjában vette kezdetét. Miért fontos, miért tartja fontosnak, illetve a Magyar Honvédségnek miért fontos az, hogy hát tulajdonképpen felállítsanak egy ilyen fajta új rendszert? Nagy szeretettel köszöntöm a Fejérvár Televízió nézőit. Igen, hát 2011-ben megújult a Magyar Honvédség tartalékereje. Ugye onnantól számíthatjuk, onnantól nevezhetjük a tartalékosokat önkéntes védelem és önkéntes műveleti tartalékosoknak. Majd ennek a rendszernek a továbbfejlesztéseként 2017 elején megalakult az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer, és 2017 márciusa körül pedig az országban, több megyében elkezdtük toborozni a területvédelmi tartalékosra az érdeklődőket. Kikre számítanak egyébként elsősorban? Minden magyar állampolgára számítunk, minden magyar nagykorú állampolgára, nyugdíjkorhatár betöltéséig, akár férfiak, nők is jelentkezhetnek. A rendszernek a lényege az, hogy mivel területvédelmi, nyilván önkéntes az egész, hát önkéntes területvédelmi tartalékosokról beszélünk, mivel területvédelmi, az ország 197 járásában, beleértve a fővárosi kerületeket is, minden járásban lesz egy 100-100 fős területvédelmi század. Az azt jelenti, hogy körülbelül 20 000 főre számítunk, nem az első évben, nem azonnal, hanem évek alatt, az Rinyi 2026 program végére, tehát 2026-ra kell ennek a 20 000 főnek felállnia, és kell teljes műveleti készenlétet elérnie. Igazából Fejér megyében van 8 járás, ugye ebben a 8 járásban az egyik legnagyobb járás, az ország egyik legnagyobb járás a Székesfehérvári járás, és ebben a járásban keresünk területvédelmi tartalékos katonákat. És ugye említette, hogy nők, férfiak jelentkezését egyaránt várják, de pontosan mik az elvárások velük szemben? Pontosan az elvárások, mint már említettem, büntetlen előélet, nagykorú állampolgárság, minimum 8 általános iskolai végzettség, illetve nagyon fontos, hogy a alkalmassági követelményeknek meg kell felelni. Ez mit akar egyébként? Ez nem annyira erős, mint hogyha valaki szerződéses katona szeretne lenni, bár szerződéses katonákat is várunk szeretettel, és az sem teljesíthetetlen, de itt a területvédelmi tartalékosoknál egy regisztrációs lapot kell kitölteni, majd pedig pszichológiai vizsgálaton kell részt venni, és foglalkozás egészségügyi vizsgálaton kell részt venni, és hogyha ennél alkalmas lett a jelentkező, akkor utána ki is tölthetjük, el is készíthetjük, és alá is írhatjuk a szerződéskötési dokumentumot. Mit kínálnak azoknak az embereknek, akik jelentkeznek önökhöz? Többfajta illetmény jellegű ellátásban részesülhetnek, akik aláírják a szerződésüket, a 3 hónap próbaidő letelte után kapnak egy 31.250 forintos szerződéskötési díjat. Ez a honvédelmi illetmény alapnak egyébként a 75%-a. Akkor minden évben a leszolgált egy év után, vagy készenléti díjként kapnak a minimálbér 100%-át. Tehát jelenleg a minimálbér 127.500 forint, aki ez idén aláír, az 2018-ban telik le neki ez a készenléti év. 138.000 forint készenléti díjat fog kapni. Ezek díjjellegű juttatások, illetve hát a századok úgy állnak fel, hogy különböző beosztások vannak benne, és mindenki a beosztásának megfelelő illetményre jogosult. Egy példát említenék, egy legénységi állományú őrvezető lövész beosztásban például egy hónapban 131.000 forint bruttó illetményt kaphat, természetesen annyi napnak megfelelő részarányjal, amennyit leszolgált. Milyen pozícióban indulhat el az, aki jelentkezik önökhöz? Mi az első, amiben részt vehetnek? Különböző, tehát az első években alapfelkészítés, kiképzés vár rájuk. Hangsúlyozni szeretném, hogy járási szinten, illetve megyei szinten, tehát nem mozdulnak ki abból a millióból, abból a,
abból a helyből, ahol ők jelentkeztek, nem is vezényelhetőek egyébként más járásba át, tehát maximum a megyében, maximum abban a megyében tudnak részt venni ezekben a kiképzésekben, ahol laknak. Az is a fő cél egyébként, egész rendszernek a fő célja, hogy minden magyar megyei járás, és ha lehet, minden település rendelkezzen ezzel az önkéntes védelmi képességgel. Minden településre szeretnénk várni ilyen jelentkezőket. Akkor ezt kérdezni is szerettem volna, tehát tulajdonképpen a határa őket még nem lehet kiküldeni, ahhoz azért több évnek gondolom el kell tenni, vagy több kiképzés. Ennek a rendszernek nem az a lényege, tehát itt a közös akarat feladatban ezek a katonák, ezek a tartalékosok nem vesznek részt, mindenki csak a saját járásában hajtja végre a feladatát. Ezek a feladatok természetesen békében és különleges jogrendben is megvannak, meg lesznek, békében felkészítés, kiképzés, illetve különféle protokollális feladatok, tehát emelhetik a saját településüknek a fényét, amennyiben különböző nemzeti ünnepeken, díszelgési, koszorúzási feladatokban vehetnek részt, területvédelmi feladatokat láthatnak el, illetve katasztrófa helyzetekben is közreműködhetnek. Van erre most pontos adatunk, hogy itt a megyében hány katonáról számolhatunk be? Vannak már adataink, de folyamatosan nő ez a létszám, így nem szeretném ezzel untatni a kedves tévénézőket, hogy mert lehetnek azért, ugye az orvosi vizsgálatok előtt is állunk, tehát ott azért lehetnek olyanok, akik nem felelnek meg, bár aki eddig jelentkezett, még mindenki megfelelt. Tehát először egy csoportos pszichológiai vizsgálaton kell részt venni, és a pszichológia után pedig a háziorvoshoz kell elmenni. Tehát eddig még folyamatosan nő a létszám, és úgy gondolom, hogy elég jó létszám arányokat produkálunk országos szinten is. Érdekességképpen csak egy mondat erejéig jegyezzük meg azt, hogy mennyire népszerű ez tulajdonképpen a fiataloknak a körében, hogy ők most katonának álljanak. Illetve mi a vélemény arról, hogy lemorzsolódás? Tehát, hogy hogyan kell ezt elképzelnünk? Hogy gondolom azért többen lemorzsolódnak az első hónapokban. Dolgozunk azon, hogy a fiatalok körében népszerű legyen. Hát lemorzsolódásról még nem beszélhetünk, hiszen még ez a rendszer most kezdett kialakulni. Az idén az első mozzanat az ünnepélyes szerződéskötésen kívül lesz egy ünnepélyes eskü, egy a Hajdú-Mihály megyébe, egy ünnepélyes eskü pedig a Dunántúlon, valószínűleg a nulla ponton lesz, amit a miniszterelnök úr szeretne megtekinteni. Tehát most azon dolgozunk, hogy az ünnepélyes eskűre felkészítsük azokat az embereket, akik jelentkeznek erre a szolgálatra, és ha ez sikerült, meg lesz a megfelelő létszám, akkor jövőre kezdődhet a kiképzésük, felkészítésük, ami egy évben 20 nap lehet maximum, ami több modulból áll, különféle elméleti és gyakorlati tantárgyak vannak, 20 modul, 120 óra, igazából ezt végre lehet hajtani 4-5 napos etapokban is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egészen emberbarát, mivel nem mozdulnak ki a saját járásukból, így nagy valószínűséggel a kiképzések közötti este haza is tudnak menni. És ha már gyakorlat, milyen konkrét feladatokat kapnak, mert arról már ugye beszéltünk az előbb, hogy nem hagyják el tulajdonképpen a helyüket az első időszakban többnyire, de hogy milyen feladatot kapnak, arról még nem pontosan. Hát katasztrófa védelmi feladatokban vett részt, nek részt honvédelmi jellegű, akár ellenőrző áteresztő pontok végrehajtása, akkor, hogyha esetleg árvízvédelmi helyzet van, akkor ebbe a feladatokba való bevonás, illetve, mint említettem már az előbb, különböző protokollális feladatokat is, feladatokban is részt vetnek ezek a katonák. Igazából én ezt úgy szoktam mondani, hogy a területvédelmi tartalékosok a civil társadalom és a professzionális haderőnek a mesdjéjén vannak. Amíg csak a készenlét idejét tölti, addig civil személy, amíg mikor bevonul katonának, akkor kerül a Magyar Honvédség tényleges állományába. Ha valaki úgy érzi, esetleg a műsorunk után, hogy kedvet kapott, vagy alkalmasnak érzi magát a feladatra, azért itt nagyon fontos feladatokról, gyakorlatokról és mindemellett elméletről van szó. Hol teheti meg, hogy jelentkezik? Hát először is el szeretném mondani, hogyha valaki
még bizonytalan ebben a dologban, akkor nyugodtan hívja fel a toborzó irodának az ügyfélszolgálatát, Székesfehérvár Mészői Géza út 7, vagy az irányasereg.hu honlapon minden információt megtalál. Itt akár illetményszámításba is belemehet, van egy ilyen illetménykalkulátor a honlapon, nagyon sok segítséget ad arra, hogy megnézze, hogy ki milyen juttatásokban részesülhet, illetve mivel nagyon szorosan együttműködünk a közigazgatással, így a kormányablakokban, és ott vannak a jelentkezési lapok, amiket el lehet kérni, ki lehet tölteni, a kormányablak ügyintézők pedig eljuttatják hozzánk ezt a jelentkezési lapot, vagy le lehet tölteni, még egyszer mondom, az irányasereg.hu oldalról, és akkor be lehet küldeni postán. Azonnal felvesszük a kapcsolatot a jelentkezővel. Van-e valamiféle határidő, hogyha valaki még gondolkozna esetleg ezen? Nincsen határidő, ugyanúgy a katonai toborzásban, tehát sem a területvédelmi tartalékosok toborzásában, sem a műveleti, sem a szerződéses katonák jelentkezésénél nincs határidő, a toborzás folyamatos. És az alezredes úr mit javasol azoknak, akik most tényleg kedvet kapnak, és esetleg komolyan gondolnák azt, hogy csatlakoznak a tartalékos katonáknak a sorába, mi az, amit tanácsol? Hát azt tanácsom, hogy ne várjanak sokat, mert kezdenek elfogni a jó helyek, úgyhogy minél hamarabb keressék fel a toborzó ügyfélszolgálati irodát. Az, hogy valaki honnan jelentkezik, az nyilván fontos, hogy melyik városból, melyik területről. Hogyan osztják szét őket területileg? Ez erről még nem esett szó. Az alapvető az, hogy megnézzük, hogy melyik településen lakik, melyik járásba tartozik. És amelyik járásban él, lakik, abban a járási századba fogjuk beosztani. Természetesen lehetnek eltérések, hiszen megcéloztuk egy fő irányvonalként a felsőoktatási intézményeket, úgyhogy például a Dunaújvárosi Városi Egyetemnek a rektorával is már felvettük a kapcsolatot, és itt is, tehát nyilván lehetnek olyan hallgatók, akik nem abban a járásban laknak, ahol tanulnak. Ez egy alapvető szempont egyébként, hogy abban a járásban fog szolgálni az érdeklődő, ahol lakik, de ettől lehetnek eltérések. Kor szerint mely korosztály legnépszerűbb? Hát a középkorosztályt gondolom úgy, hogy eddig a jelentkezőink azt mutatják, hogy a 30-40 év között, egy 25-35 év között van a legtöbb jelentkezőnk, de vannak idősebbek is, vannak fiatalabbak is, vannak 18 éves korú jelentkezőnk is, és nekünk ez lenne a nagyon jó, hogy minél többet a fiatalabb korosztályt megnyerni. Ehhez vannak egyébként a honvédelmi tárcának kidolgozott, de még nem elfogadott tervei, például az ösztöndíj rendszer, miszerint a 13.-14. évfolyamban, a középiskolák 13.-14. évfolyamban és a felsőoktatási intézményekben fél évenként ösztöndíjban részesülnének azok a hallgatók, akik jelentkeznek erre a katonai szolgálat vállalási formára, és még azt a kedvezményt is megkapják, hogy szorgalmi időszakon kívül vonjuk őket be ezekbe a feladatokba. Magyarul nyári szünetbe tenné le ezt a 20 nap kiképzést. Alezredes úrnak köszönjük szépen a bővebb tájékoztatást, és aki tehát úgy gondolja, hogy jelentkeznem erre a feladatra, illetve ezekre a feladatokra is alkalmasnak találja magát, az mindenképpen tegye meg jelentkezését a Magyar Honvédségnél. Önöknek köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, hiszen érdemes, viszontlátásra! Köszönöm.